Sziasztok, ez itt a Szertár, én Zsíros László Róbert vagyok. Bizonyára ti is jártatok már úgy, hogy egy palackot kellett volna lezárnatok, viszont nem volt kéznél sem kupak, sem pedig dugó. Nem tudom, eszetekbe jutott-e ilyenkor, hogy akár egy sóval töltött zöldségdugót is használhatnátok. Na jó, igazság szerint ez még nekem sem fordult meg soha a fejemben, viszont ennél hülyébb felvezetés nem jutott eszembe a mostani kísérlethez. Nézzük, hogy miért nem lenne ez jó ötlet. Először is répából vágjatok le egy akkora darabot, ami pont beleszorul a palack szájába. Ezután egy hegyes késsel fúrjatok egy mélyedést a répába, viszont ne lyukasszátok át teljesen. Ezt a mélyedést aztán tömjétek meg sima konyhasóval, és mehet bele a palackba. A palackot tegyétek félre néhány órára, ez alatt megírhatjátok a leckét, vagy éppen kialudhatjátok magatokat. Aztán nézzétek meg, hogy mi történt. A répa beleesett a palack aljába, és most éppen valami lökiben úszik. A répa lépben edvesíti a sót, ezáltal oda bent egy nagyon tömény só oldat jön létre. A koncentráció különbség pedig próbál kiegyenlítődni olyan módon, hogy a répa szöveteiből a sóval töltött üreg felé áramlik a folyadék. Ettől a répa persze összelöttyed és beleesik a palackba. Ez egyébként az ozmózis jelensége. Ez volt a Szertár, jövő héten találkozunk, sziasztok!